Szóval ez az új iskola, ez most sokkal jobb, mint a régi volt. Úgyhogy tök jó a hangulat a munkahelyemen, tök jó fejek a kollégáim, főnök is jó fej, az igazgató. Hát a gyerekek azok meg, tudod, aranyosak, meg minden, de hát van velük munka, de... Hát nyilván. De alapvetően nagyon, nagyon cukik. De hát akkor most sinem van az életed, aha, nem? Hát igen, igen. Legalábbis egy része. Munka? Csak a munka? A munka az rendben van, igen. Hát most akkor nem tudod, hogy most a Ferivel válunk. Micsoda? Hát... De, talált, nehogy is! De, hát talált valaki mást. És külön is költöztünk már. De ti tök jól megvoltatok meg a gyerekek. Hát igen, igen, egy darabig aztán. Tavaly márciusban, és azóta külön élünk. Hát a gyerekek meg egy hetet nálam. Nagyon sajnálom. De ahhoz képest egész jól vannak. De, és ti? Bármint, hogy így ti? Hát, korrekt viszonyban vagyunk. Aha, PC válasz. Jó, hát ez van. És te? Hát, képzeld el, vagy nem akarok dicsekedni, de képzeld el, hogy végül felvettek az állam munkába, egy új cégnél dolgozom. De? És tök király, mert hogy baromi sokat ez annyira nem király, de nagyon sokat ingázom különböző országok között. Most jövő héten megyek Romániába, aztán viszont Kínába. Aha. Na, tök jó. És tök jó, mert egy csomó új élmény, meg új kihívás, meg minden, ami viszont nyilván nem jó, hogy azért a Tomi, meg a gyerekek ezt megsínlik. Uh-huh. Hogy igen, nem vagy sokat otthon? Nem, hát egyáltalán nem, de... Uh-huh. De hát azért mégiscsak jó. Azt hiszem, ez jó lesz. Ja, igen, ez talán jó lesz. Hát most ez egy ilyen periódus, nem? Ja, hát el fog múlni. Gondolom. Vagy majd lehet, hogy kiköltözünk valahova. Tényleg gondolkodtok ilyenen? Hát én most így. Aha. Hát azért jó lenne, hogyha a gyerekek is látnának mást. Más országot, máshol tanulni, ilyesmi. Ezek a tervek. Értem. Hát ennyi. Ennyi most velem.